Tisztelt elnök úr! Tisztelt elnök úr! Kedves vendégeink! A borról nagyon röviden, nem mint egy nagy kincset jelentő évezeti cikkről szeretnék beszélni, hanem mint egy nagy lehetőségről a tekintetben, megvan-e már, meg lesz-e az ország imázs hordozója, ami nagyon jól lehetne akár a magyar bor is, azon belül a tokai bor. Nem vitás, hogy ma már egy országot lehet egy fogalommal, képpel, vagy pedig egy tárgyal felfedezni. Ha valaki azt a feladatot kapja, hogy mondjon egy tájra országot, akkor órára Svájcot, szaunára Finnországot, virágra, szélmalomra Hollandiát, mikára Spanyolországot mond, és hosszasan folytathatnánk. Ennek az analógiájára egy ország vagy egy város egyértelműen megjeleníthető, azaz imaginálható. Sok ötlet merült már föl, hogy imás hordozónknak, logónknak tekinthető tárgyat hogyan válaszunk Magyarország esetében. Miről híres otthonunk? Országház? Duna panoráma? Puszta romantika? Gyógyfürdők? Szalámi? Paprika? Lilahagyma? Tehát mi az, ami egyáltalán hordozhatja az országimást? Konkrétnak, kizárólagosnak, jól megjeleníthetőnek, egyszerűnek kell lenni, netán jól fotózhatónak, esetleg hazavihetőnek, és még ráadásul elfogyaszthatóan. Melyek az elvárásaink? Még előjáróan leszük ezendő, hogy az ország rendelkezett több imás hordozóval is, amelyek évszázadok során alakulnak ki. Ha viszont most választunk, az legyen egyetlen egy. Sok fővárosnak van nagyon szép és levelezőlapon, prospektuson megjeleníthető látképe, de ez nem lehet az ország imázsa. Sziklamászók, síelők, nevekaravánok, stb. Egy szabadidő tevékenység kifejezésére alkalmasak csak. De ez nem lehet az ország imás hordozója. Élelmiszerek, ételek kötődnek bizonyos országokhoz, de kevésnek vagy méltatlannak tűnhetnek. Olívaolaj, paprika, gyümölcs, felejtsük el. Borára sok ország büszke, az átlagember. Bort és országot kimondva elsősorban francia borra asszociál. Illetve ennél erősebb bor és országkötődés alig ha ismert. Csak hogy itt a borokról általában esik szó. Egy bizonyos bor egy országhoz csak egy esetben kötődik, egyértelműen, és ez a mi tokaink. Jelen esetben még az asszony. Egy drága és ritka bor, amely a természetes édesborok kategóriájába tartozik, semmi esetre sem sugallhatja az alkoholizmust. Jellegéből adódóan, ha nem is mindenkinek, de a legtöbb ember ízlésének megfelel. Méltóság teljes megjelenése, gazdag illat és ízvilága, eltarthatósága alkalmassá teszi, hogy a protokoll legmagasabb szintjén is ajándékként szerepeljen, beleértve a pápáknak adható ajándékok listáját is. Kifejezetten ünnepi ital. Egy tokai asszú a szuvenírek középső árkategóriájától a luxus árcikig sok változatban megvásárolható. Otthon őrizhető, de ünnepélyes alkalommal el is fogyasztható. Ábrázolható, vonalas ábrával egyszerűsíthető, stb. Országunknak a borra való asszociációja általános. Tokaj mellett Eger, Villány, Badacsony, Szekszárd külföldön is ismert bortermőhelyek. A tokai borral kapcsolatos kultúrtörténeti háttér. A vele kapcsolatban került híres személyek, egyházfők, uralkodók, tudósok, művészek nagy száma, a tőlük idézhető mondások sokasága indokolja azt, hogy konszenzus szülessen, és az ország közvéleménye elfogadja a tokai asszút a magyar ország imázs megtestesítőjének. Gyönyörű alkalom lenne egy nemzeti ünnepen a tokai asszúnak nemzeti imázs hordozóvá történő ünnepélyes kinyilvánítása. És milyen szép lenne, hogyha ez a kezdeményezés a Baross Gábor Társaságtól indulna ki. Köszönöm szépen! Gondolom, hogy támogatjuk. Egyébként a bor kollégiumról bevallom, én nem sok mindent tudtam, egy pár hónappal ezelőtt hallottam először, és voltam is vendég, és ajánlom mindenkinek szíves figyelemmel, hogy a Vármegye utcában, a Vármegye mellett, ott egy Vármegye galéria kis kiírás, ott egy pince,
fantasztikus borgyűjteménnyel, fantasztikus berendezéssel, kimondottan borkóstolás részére a borkollégium tulajdonában, a szomeliéket képeznek egyébként. Gábor is egyik oktató ebben a műfajban, tehát a legjobb szakíró és szakképzett ember a borászatban, tehát figyelmi ajánl mindenkinek ezt a borkollégium borkóstoló helyét, egy különlegesen szép hely, és különlegesen jó borokat lehet találni. Nos, akkor a mai borok pedig a Kovács Nimród borászat. Kovács Nimród nem borász, hanem a borgazdaság tulajdonosa. 34 év után a jóisten rám mosolygott tavaly a korporát világban, hogy valami normálisra kéne az emberbe életébe csinálni, mielőtt meghal. Hát gondoltam, borok azok ez a megfelelő irány, és ezért átvettem a borászatot, eddig befektető voltam Egerben, és átkereszteltem Kovács Nimród borászat, hogy emlékezzek, hogy hogy hívják. És végül is szeretném kifejezni azt a szépséget, amit Eger tud adni, és Magyarország tud adni a világnak borokban. Szóval ezért is szálltam bele, és most ezt menedzselem. Egészen más élmény, mint az előző életemben, ahol sokkal nagyobb számokkal dolgoztam, mint ebben a világban. Szóval ezek a borok, szép egri borok, amit látok kint, kezdjük egy rozéval, amit ajánlok elsőnek, egy kéktankos rozé 2009-ben, nagyon kellemes, azzal meg lehet tisztíteni az embernek a száját, utána egy batonás chardonnay, ugye a chardonnayról annyit kell tudni, hogy egy burgundi szőlőfajta, aminek a testvére a Pinot Noir, és Egernek a klímája és a terroárja nagyon hasonlít Burgundiához, ezért nagyon jól érzik magukat a szőlő, csak jó szőlőből lehet jó bort csinálni, tanárul, így van. Szóval a szőlőnél kezdődik minden, szóval az ember megtanulja a mezőgazdaságot, hát miért ne? Ez egy érdekes része. És utána a Pinot Noir, az 2007-es, és utána egy Syrah, az is 2007-es, és annyit kell tudni, ugye Franciaország, hogyha ismerjétek a bortiképét Franciaországnak, itt van Lyon, Lyon fölött van Burgundia, Lyon alatt van Rhône-völgy. Hasonló. Szóval ez a Syrah is nagyon jól érzi magát, és a végén van egy borocska, amit én saját magam úgy csinálgattunk magunknak, az úgy hívják, hogy NJK, az az én nevem, és én Amerikában éltem hosszú időn keresztül, és ott ismertem meg a borokat, és ez egy kicsikét az újvilági, de az egri szépségekkel felvértezve. Szóval remélem ízleni fognak a borok, és hogyha úgy gondoljátok, itt vannak brosúrák, beszélhetünk, látogassatok meg minket, és remélem, hogy jó lesz az élmény, és nagyon köszönöm a lehetőséget, itt lettem. Köszönjük szépen egy barátomtól, egy borászbarátomtól, hogy kérdeztem, hogy hol lesz ember milliómos. Azt mondta, egy ember úgy lesz milliómos, ha egy milliárdos borászba fektet, akkor milliómos lesz belőle. Ez az igazság, sajnos. Kovács Nimród barátunk, nem tudom, hogy melyik kategóriába tartozik, de hát a borászat az egy ilyen műfaj.